Ritka pillanatok egyike, amikor teljes az összhang a dombóvári képviselőtestületi tagok között. A június 30-án megtartott ülésen több ilyen előterjesztés is volt. A 19 napi rendi pontban lejárt idejű határozatokat is tárgyaltak, többek között az I. és Gyula gimnázium sportpályájának felújítását. Nagyon fontos volt, hogy mai testületülésen a lejárt idejű határozatokban a gimnáziumban történő infrastruktúrális fejlesztések újból előkerültek. Sok éves várakozás után elkészült a térköves udvar, amely méltó körülmények tekint a szabadtéri rendezvények megvalósításában a gimnáziumnál. Ezen túlmenően a sportpálya felújítására is nyert a gimnázium pályázatot. Sajnos ezt ők saját forrásból nem tudják megvalósítani, hiszen ez egy utófinanszírozott pályázat. Ezért az önkormányzat úgy döntött testületünk, hogy 3 millió forint visszatérintendő támogatást kapnak, melyet december 31-ig kell visszafizetni. Az udvar tekintetében szintén azt gondolom, hogy helytáltunk, hiszen 500 000 forint a polgármesteri keretemből tudtam támogatni a térkövezést az udvarban. Remélem, hogy szeptember 1-ére a diákok már igénybe tudják venni és birtokba vehetik a felújított sportpályát is, és nem csak a térköves udvart. Egy régi típusú műfüves focipálya új burkolására nyert a gimnázium pályázati támogatást. Ezen kívül tárgyalták a Gunaras fürdői csapadékvízelvezetés problémáját is. Néhány héttel ezelőtt akkor a mennyiségű csapadék lepte meg késő esti órákban Gunaras fürdő területét, hogy több magánház udvara szuterénja víz alá került. Ez a probléma a helyben lakók számára nem volt ismeretlen, hiszen 2015-ben keletkeztek az első írásos nyomok erre vonatkozóan, hogy hasonló helyzet állt elő. Az elmúlt 5 évben valami oknál fogva előző képviselőtestület ezzel a problémával nem foglalkozott, és újként és odaként élték meg, hogy Gunarasba is esik az eső. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy tudtunk velük konstruktívan együttműködni, és az elmúlt 5 év bűneit megbocsátottuk nekük, hiszen azt gondolom, hogy a nyaralótelep és magában a Gunaras fürdő egy olyan gyöngyszeme Dombavárnak és a dombavári járásnak, amelyet mindenféleképpen óvnunk kell, még a természetvédelmi katasztrófáktól is. Ebből adódóan két lehetséges utat tudunk bejárni. Az egyik a út, mint azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hiszen egy viszmegőr támogatásra adtunk be kérelmet, meglévő csapadék vízelvezető árkaink felújítása, átereszek kitakarítása, illetve nagyobb átmérőre történő cseréje. Nem látjuk ezt végleges megoldásnak, hiszen azt gondoljuk, hogy a mezőgazdasági területről oly mértékű víz zuhan a fürdő területére, amelyet más alternatív megoldásokkal is meg kell próbálnunk megakadályozni, sőt, alapvetően azt a peremfeltételt kellene megteremteni, hogy ez a víz egyáltalán meg se érkezzen oda, máshol tudjuk elvezetni. Önkormányzatnak minden esetben kötelező aktuális vízkerállítási tervvel rendelkeznie. Ez Dombavár esetében nagyjából 2 évtizede készült el, és azóta nem történt meg a felülvizsgálata. Ma a képviselőtestület úgy döntött, hogy augusztus 31-ig feladom az a polgármestert, hogy 3 tervezőtől kérjen erre árajánlatot, és szeptemberi soron következő ülésünkön fogunk arról dönteni, hogy kivel vizsgáltatjuk felül, aktivizáltatjuk a vízkárállítási tervünket. Közművelési intézményeink tekintetében tavaly óta már foglalkoztat bennünket a gondolat, hogy vajon ez a működési forma, amelyben ők működnek, ez megfelele a mai kor követelményének, valóban ez a leggazdaságosabb és a leghatékonyabb. Tudni kell, hogy Dombaváron a Művelődési Ház az egy non-profit Kft. Formájában működik, könyvtárunk közintézményként, és a könyvtárhoz van bekapcsolva irányítás szempontjából a helytörténeti múzeumunk is. Nyilván mi azt gondoljuk, hogy szerencsés lenne talán egy közintézményt működtetni, együtt a Művelődési Házat, a könyvtárat és a helytörténeti múzeumot. Ezek nekünk pusztán csak érzéseink, ezért ma úgy döntöttünk, hogy felkérünk egy szakértőt, aki elkészíti ennek a koncepcióját, hogy vajon a bennünk élő gondolatok megfelelnek a valóságnak, vagy adott esetben van erre akár jobb megoldás is, ezt nem tudjuk. Ezért kértünk be szakértőt, hogy mind a 3 intézményt vigyük be a non-profit Kft-be, vagy szüntessük meg a non-profit Kft-t, és egy közművelődési intézményt működtessünk, Dombaváron Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Múzeum. Tehát erre várjuk a választ. A képviselőtestületi tagok a koronavírus helyzetben maximálisan helytálló, ám az állami juttatásban nem részesülő dolgozók részére jutalmat ítéltek meg. Ez volt az egyik napi rendi pont, amiben teljes volt az egyetértés. Meglepő módon mai testületülésen volt egy olyan napi rendi pont, amely konstruktív együttműködésre késztette a képviselőtestületet. Az elmúlt időszakban, október óta talán az első ilyen napirendi pontot sikerült tárgyalnunk. Mai testületülésnek nyilván az volt az apropója, hogy vége lett a veszélyhelyzetnek, már csak járványhelyzet van,
Nyilván, hogy ez mivel jár, ezt mi nem tudjuk megítélni, de továbbra is óvatosak vagyunk. Mindezek ellenére úgy gondoltuk, hogy elérkezett az időpont, hogy az elmúlt 4 hónapot egy picit azért elemezzük. Megnézzük, hogy ezek milyen költségeket emésztesz fel a védekezés költsége, kollégáink a védekezés alatt milyen munkát végeztek. Nyilván az anyagi javak összeszámolása volt a nagyon egyszerű, hiszen azok exakt dolgon számlával összeadhatók. 67 kollégánk vett részt az ellátó rendszeren keresztül az idősek ellátásába. A jelenleg intézményvezető helyettes asszony által elkészített beszámolót is ma tárgyalta a képviselőtestület, amelyben egyértelműen látszott, hogy mind a 67 kollégánk erőn felül teljesített, és eleget tett a kívásoknak hétvégeken is, és ünnepnapokon is. Ebből adódóan azon túlmenően, hogy elvégeztettük mind a 67 kollég esetében a koronavírus tesztet, amely mind a 67 esetben negatív volt, ma úgy döntött a képviselőtestület, hogy egységesen 100 ezer forint jutalomban részesíti mind a 67 kollégát. Azt gondolom, hogy ez a legkevesebb és a legszerényebb dolog, amit meg tudunk tenni az ők érdekében. Szeptember 30-ig váltunk erre kötelezettséget, reményénk szerint ezt tudjuk előbb is teljesíteni, de nyilván a nyár az minden önkormányzat tekintetében uborka szezon és ínséges időket élünk. Nyilván, amikor ősszel a helyi adók újban kezdenek befolyni, ennek semmi akadálya nem lesz.